A balliberális pártok és a hozzájuk kötődő média már az elmúlt hetekben is igyekezett a Csurka István vezette Magyar Igazság és Életpártját felelőssé tenni a választási kampány eldurulásáért. A mi év február 24-i nagygyűlését ezért fokozott várakozás övezte. Sikerül-e az esetleges provokációkat megakadályozni és megtartani a rendezvény méltóságát? A békés lebonyolítást leginkább az veszélyeztette, hogy az MSZP a miépet követően ugyanarra a helyszínre és időpontra szintén bejelentette igényét. A demonstráció hűen az eddigi hagyományokhoz végül rendbontás nélkül zajlott le, és a több tízezres tömeg fegyelmezetten vonult át a Terrorháza Múzeum ünnepélyes megnyitójára. A miép ismét bebizonyította, hogy nem lépi át az alkotmányosság határait, és ezt egyre bővülő bázisa is megérti, elfogadja. A TV2 azonban a rendezvényről tudósítva a műsorszolgáltatók közül egyedüliként egy operatőrt ért durva támadásról is beszámolt. Az indulatok csak egyszer szabadultak el a tüntetés alatt, amikor az egyik szimpatizáns kameraérzékeny lett. Ide, ide, ne szórakozzál velem, jó? Ne szórakozzál velem, baszd meg! Szanál hozzá! Nem kell tenni. Ne csináljon ilyen! Miután stábunk több kamerával is jelen volt a rendezvényen, megvizsgáltuk, megtörténhetette egyáltalán a miép nagygyűlésén a TV2 által bejátszott jelenet. Az MSZP székháztól indulva vágatlan képsorral mutatjuk meg, hol is történt valójában az eset. Az a sétány, ahol most haladunk, a rendezvény idejében az MSZP által lefoglalt terület volt, a tér teljes hosszában átjárhatatlan kettős kordonnal, és a köztük lévő biztonsági zónával elválasztva a miép területétől. A helyszín azonosításában nagy segítségünkre voltak a háttérben látható falfirkák. Végül elérkezünk arra a helyre, ahol a felvétel készült. A hivatalos rendőrségi helyszínrajz tanúsága szerint ez az MSZP számára biztosított területre esik. Minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk tehát, hogy a támadás nem a miép rendezvényén történt, azaz a TV2 a hírműsorában hamisított. Végezetül idézzünk néhány mondatot a TV2 műsorszolgáltatási szerződéséből. A hírműsorokat érzelemmentesen, elfogultság nélkül, átfogó ismeretek megszerzése után és alapos értesülések alapján készítik. Az NTM SBS televízió hírfilozófiájából következik az a meggyőződés, hogy a nézőközönséget hosszú távon kizárólag a pontos, pártatlan és hiteles műsormunkával lehet megtartani.